kívánok, Valcz Péter vagyok, egy független színházi alkotó. Nagyon-nagyon tetszik ez az egész kezdeményezés, drága Koronci Endre, köszönöm a stafétát, átvettem. Endre már eleget beszélt ennek a helyzetnek az önreflexív dolgáról, úgyhogy azzal én nem is venném el az időt, mert nagyjából egyetértek, hanem azt, hogy akkor mi van bennem. Itt a háttérben a fasori templom látszik, a távolban a ligetet újítják föl. Azért ezt a reggeli helyzetet választottam, mert nagyon szeretek reggelizni, ez egy kiemelt napja, kiemelt pontja az én napomnak. És a... szóval mi van bennem? Szóval én egy független színházi alkotó vagyok, általában két évente csinálok valami olyat, ami nagyon a saját gyermekem, tehát akkor azt én írom, én rendezem, én szervezem. A köztes időkben pedig ilyen felkéréseket kötök valamilyen módon magamhoz, és az a téma, ami állandóan mostanában kering körülöttem, meg megtalál, az a gender. Téma a gender bomba, időről időre felrobban a környékemen. És most egy egészen érdekes képben talált rám, ez pedig a Tyrannosaurus Rexnek a képében. Szabó Veronikának az ötlete alapján készítjük, a Verával, meg még másokkal. 29-30-án lesz, április 29-30-án a Muszínházban este 8 órakor. A Dino Coming Out, ami egy férfi szerep zavarban szenvedő Tyrannosaurus Rexről és egy női szerep zavarban szenvedő Velociraptornak a párterápiájáról szól voltak éppen, és nem gondoltam volna, hogy ez engem ennyire érint, de őszintének kell lennem, akkor ez kurvára érint. Most megpróbáltam itt egy kicsit összeszeregetni, hogy mégis miket gondolok én ezekről. Nyilván az alapvető probléma, hogy egyre nehezebben lehet erről beszélni, mert mindenki olyan kurva érzékeny erre a témára. Úgyhogy most előre jelzem, hogy én egy férfi nézőpontból fogok erről beszélni. Nem tudok más nézőpontból, sajnálom. Ne sértődjetek meg, beszéljünk róla, aztán minden jó lesz. Szóval három síkot, közben elkezdek enni, három síkot szeretnék én nagyjából megkülönböztetni. Az egyik egy ilyen történelmi sík, ahol kb. Az van, ez az ébresztő, kb. Az van, hogy azért ez a 20. század azért rendesen kicsinálta ezeket a szerepeket. Az én családomban is azért a legtöbb férfi az vagy meghasonlott önmagával, vagy megalázták, vagy elvitték a háborúba, vagy traumatizálták, vagy beállt egy pártba, ahova nem is akart, vagy élet. Na szóval a férfiakat ez teljesen kinyírta, és akkor a nőknek kellett betölteni a családfői szerepet, és ilyen iszonyatosan domináns nők lesznek körül. Volt, mikor a nagyanyám, az anyám, a nővérem, az unokahúgom és én így laktunk egy fedél alatt, meg a szenegáli muszlim sógorom. Csináltunk egyszer egy rendszerállítást, egy ilyen... Megkérdeztük a kollektív tudatalattit, hogy mi a baj Magyarországgal, és akkor ott belehelyezkedtem véletlenül egy olyan szerepbe, hogy volt a probléma, ami egy ilyen férfi, aki a földön hever, és így nagyon nagy a bánata, mert őt megbántották, nevezzük mondjuk Trianonnak, de nem kell annak nevezni, de hogy van egy ilyen sérülése, és nem tud fölállni, és akkor bejött az úgynevezett megoldás, az pedig egy csaj volt, aki így mondta, hogy álljál már föl, szedjed már össze magad, ez tök gáz, amit csinálsz. És akkor ott éreztem, hogy de ne, nem ez a megoldás. Én így biztos, hogy nem fogok fölállni. Én akkor állnék fel, hogyha valaki azt mondja, hogy figyelj, tudjuk, hogy probléma történt veled. Tudjuk, hogy nagyon igazságtalanul elszakították a testrészeidet, de most már állj föl, mert itt az ideje. És akkor úgy azt éreztem, hogy na, ez a pár, ez úgy a magyar társadalom, hogy vannak a két véglete, hogy van egy ilyen agresszív, agilis, liberális vonal, meg van egy ilyen önszenvedő, ilyen sajnálkozó, a bánatából kijönni nem tudó, büszke
nemzeti jobboldali, faszom tudja milyen irány, szóval ez a kettő. Egyébként ebben a dínos előadásban most egy nemzeti rockot éneklek én, és egy ilyen teleskovás dalt énekel a Vera Raptor. Ez egy ilyen rejtett reklámok közben. Na szóval, egyébként még nagyon megmaradt nekem a Bambi című rendkívül félelmetes bakelit lemez mese, ahol szintén az volt, hogy nem szintén az volt, ezt most csak valahogy idehozom, hogy a Bambi ugye az ilyen matriarchális környezetben nevelkedik, és akkor, amikor már eléggé férfi, akkor találkozik a nagy vaddal, az apjával. Szóval ezek érdekes dolgok. Nyilván ezek mind személyes, természetesen ennek van rengeteg pszichológiai, pszichés háttere, nem fogtuk közbe tudni érni, pedig kitaláltam. Az pedig minden most már kiderült, hogy azért nagy valószínűséggel sajnos, de nem vagyok homoszexuális, pedig azért az még egy jó kis kaland lett volna. De azt érzem férfiként, mint a nőtársaim nőként, akik próbáljuk összeegyeztetni a klasszikus képet a modern képpel, ha klasszikus, macsós, romantikus dolgokat csinálok, az valakinek a szívébe gázol, közben keresem magamban, meg elmentem asztalosnak, és akkor ott ilyen nagyon jó férfi energiák vannak, most beköltöztem ebbe az albérletbe, ez egy ilyen pasis albérlet, erre kérdik a hisztisek, hogy mi az, hogy pasis albérlet olyan van? A pasis albérlet, bazd meg, az, hogy Old Spice szag van, egy olyan kenyérpirító, amin az Inforádió megy, gazdasági hírek, és hetente mosogatunk. Ezek ilyen pasis dolgok. Vannak nőcis dolgok, és ezekről legyen már az, hogy ezekről szó van, beszélünk róla, legalábbis bennem ez van. Annyi minden esetre kurva jó, hogy átérzem abszolút a nőknek a szereptéveszt, vagy a nem szerep zavarát most már férfiként, úgyhogy tök jó, mert mindenki benne van a zavarba, úgyhogy nyugodtan le lehet ülni, le lehet nyugodni, és ezeket meg lehet beszélni, mert rohadtul nem evidens. Csak azt akarom mondani, hogy kurvára nem evidens, hogy mi a fasz van, ha pedig nem beszélünk róla, vagy ezeket így ítélkezve így jönnek az emberek, na amiatt van az, hogy bazd meg, akkor nem beszélünk róla, és akkor egy ilyen feszültségben mindenki rászavaz bazd meg a Trumpra, és akkor így vagyunk. Nem tudom, hogy itt kell-e itt ilyen tanúságot mondani, ne legyünk türelmetlenek, mindenki kurvára össze van zavarodva, úgyhogy én most már elkezdek reggelizni, mert megyek a dínó próbára, igen, akinek viszont át szeretném adni ezt a stafétát, amit még egyszer szeretném mondani, hogy nagyon-nagyon jó kezdeményezésnek tartok, az Pály Márk, kimondom a nevét, böfögés nélkül, Pály Márk, költő, gondolkodó, gondolati szövegeket író jó barátom. Tőle szeretném megkérdezni, hogy mi van benned most. Mert nagyon szeretném, hogy egy kicsit több emberhez jusson el az, ahogy te gondolkodsz. Mert az valami nagyon valósághoz közeli. Szóval még egyszer nagyon szépen köszönöm, sziasztok!